Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom szerint a baloldali összefogás lopkodja a programpontjait. Itt van velem a stúdióban Szanyi Tibor, az ISZOM miniszterelnök jelöltje. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha a Karácsony Gergely szociális jóvátétel programját olvassa az ember, akkor valóban az az érzése, mintha lennének átfedések az önökével. Itt van például az, hogy senki ne éljen a létminimum alatt Magyarországon a ciklus végére. Ön hogy látja, véletlen műve csak az átfedés, és mennyire konkrétak ezek az egyezések? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. És a kérdésre gyakorlatilag egy mondattal tudok válaszolni. Nekünk, mikor megalakultunk, tehát az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, amikor megjelent a nyilvánosság előtt, ez 2020. március 6-án volt, nekünk ez volt a nyitólapunk. És ez nem csak az, hogy mondunk ilyeneket, hanem arról volt szó, hogy kell egy olyan párt, kell egy olyan mozgalom, ez volt a mi megalakulásnak a fő oka, amíg a szociális válság leküzdését tűzi ki céljául. Nem mást, ezt viszont ezt nagyon. Na már most ezeket a hittételeket, amiket ön is idézett, hogy senki ne éljen a létminimum alatt, ezek nálunk olyan természetességgel jöttek elő, ami a többi pártnál azt kell mondjam, hogy akkor mit csináltak 10 év alatt, hogyha vagy a létezésük óta, most a P az valószínűleg azt hiszem 8-10 évvel létezik, akkor most 8 év után fedezik fel a spanyol viaszt, amúgy örülünk neki, félértés ne essék. De úgy érezzük, hogy tényleg hasznos volt a megalakulásunk és a megjelenésünk, hogy egy csomó párt az eszébe kapott, magához kapott, és elkezdett, ja tényleg, hát mégiscsak fontos az embereknek az élete, az embereknek a jövedelme. Ezzel együtt mi úgy éljük meg, hogy mi 2020 márciusában az alakulásunkkor ledobtunk egy jövedelmi atombombát, vagy szociális atombombát, mert hogy nem csak ebből áll a dolog, hogy senki ne éljen a létminimum alatt, hanem fölvázoltunk egy olyan képet, hogy mik azok a legalapvetőbb jövedelmi viszonyok és számok, amelyek egy normális élethez szükségesek ma Magyarországon. És ekkor fogalmaztuk meg, hogy legyen egy adott fix összeg a nettó minimálbér, ez jelenleg 250 000 forint a nettó minimálbér javaslatunk, legyen 50 000 forint a családi pótlék, legyen, ahogy ön is mondja, 100 000 forint, az a szubminimális jövedelem, a szociális minimum jövedelemnek mondjuk mi, amit mindenkinek meg kell kapnia, független attól, hogy éppen mennyi van, tehát hogyha valakinek 68 000 forint jelenleg a nyugdíj, azt föl kell emelni 100 000 forintra, illetve még a nyugdíjasok esetében egy 50 000 forintos, mi korpótléknak mondjuk, de mondjuk így egységes emelés mindenkinek, tehát ilyen értelemben a mi programunk szerint a legkisebb nyugdíj az a 150 000 forint lenne. De hát ezen föl még bőven van a programunkban 1001 dolog. Én most csak a legfontosabb, a pilléreknek a leg-leg alapvetőbb dolgaira tértem ki, és ebből mi azt mondjuk, hogy ez komplexitásában tudja úgy megemelni Magyarországon az élet nívót, az élet színvonalat, hogy az megfelel a mai magyar gazdasági realitásoknak, a magyar társadalom teljesítményének, és egyáltalán egy olyan bázis, amire azt mondjuk, hogy na erre már tudunk építeni egy olyan jövőképet, amit úgy hívunk mi magunk részéről, hogy szocializmus. Ön azzal szokta vádolni a baloldali összefogást, hogy nem is baloldali, hanem inkább liberális. Tehát valójában örülhetne annak, hogy egy baloldali, vagy nem csak egy, akár több olyan programpont is bekerül Karácsony Gergely programjába, ami esetleg az ISZOM pártnak a programjában is benne van. Alapvetően mi örülünk, hogyha itt-ott a programunkból megjelenik egy-egy pont valahol. Nekünk az az igazi fájdalmunk, hogy ebből az egy-egy programból nem jön ki az egész. Tehát, hogyha egy testhez csak egy láb tartozik, az azért az még nem fog futóversenyt nyerni. Vagy egy kéz. Tehát itt két kézről, két lábról, fejről, szívről, tüdőről, és nem tudom mi mindenről van szó. Tehát egy komplex egészet alkot a programunk, és azért nem tudjuk baloldalinak tekinteni azokat a pártokat, vagy egyáltalán mozgalmakat, vagy mondatokat, amely csak így bele-bele kapnak a dologba, mert az nélkülözi az emberek egész életére való odafigyelést.
És hogyha már ezt a baloldali összefogást említette, vagy baloldali, csodát baloldali, csak már én is... Ugye maga is baloldalinak gondolja. Igen, mert ugye ez a szakzsargon. De akkor tegyük ezt világossá. Ebben a 6 parlamenti, vagy nem parlamenti, mert a Momentum nem parlamenti párt, ezeknek a soraiban egy megveszekedett darab baloldaliság nincsen. Hát most a Jobbik, és akkor még tudnám folytatni a DK, amelyik hát tényleg egy liberális, kapitalizmus imádó jövőképet vázol, de egyébként nyilván a baloldali eszköztárból minden párt igyekszik valamit meríteni, például a Fidesz is. Tehát például néztünk akkorát, mint majom a moziban, hogy ugye mi megmondtuk az alapokat, hogy nettó 250 ezer forint a minimálbér. Erre még szeretnék egyébként visszatérni, mert erre van egy országos túránk is. És akkor Orbán Viktor, aki pedig hát nem része az ellenzéknek, ugye, az közölte, hogy hát ha így, ha úgy, akkor 200 ezer forintnak kéne lenni a minimálbérnek, de mikor, miért, hogyan, nettó vagy brutto. Mert talán a politika hozott anyagból dolgozik, tehát annak valószínűleg, és ez igaz ugyanúgy a kormányra, mint az ellenzéki pártokra, az a célja, hogy valami módon azért jobbítsa. Igen, az de hát mekkora, már bocsánat, böszmének kell lenni ahhoz most például ellenzéki oldalon, hogy Orbán Viktor ajánlata alá ígérnek. Mert ezt tette az összes többi. Mikor Orbán Viktor bejelentette, hogy ő mit szeretne, ami jó vagy gyengébb a mi ajánlatunk, ne szeretném mondani, és elégedetlenek vagyunk azzal is. És akkor az ellenzéknek mondott mozgalmak meg aláígérnek, hogy hát akkor kicsit kevesebbet. Hát komolyan mondom, hogy ez olyan komolytalanná teszi ezt az egész küzdelmet, hogy csak na. Viszont, ha már kértem a lehetőséget, hogy hadd beszéljek. Székely Sándor, az országgyűlési képviselőnk egész nyáron túrán van, gyalog, busszal, fölkérezkedve szekerekre, teherautókra, és még mellette legfőképpen Huszti Andrea a pártelnökünk, járják a vidéket. Csak kis településekre járunk, na, néha benézünk a nagyobb városokba, ott lehet utolérni a sajtótól, jelölteket jelentünk be, stb. De alapvetően kis településeken járunk. Ezeken a településeken egybehangzóan azt mondják az emberek, itt 30 évvel ezelőtt megállt az élet. Korábban volt ilyen kis üzem, olyan kis üzem, amolyan kis üzem, ilyen munka az asszonyoknak, olyan munka a férfiaknak, és a többi. Jelen pillanatban semmi nincs. Semmi. Ilyen egészen mondva csinált munkalehetőségek. Van egy-két földes urna, az valamennyit alkalmaz. Gyakorlatilag a magyar vidék, a magyar kis települések, ahol a lakosság 40%-a él, gyakorlatilag nullává változott az élet, és még cserébe, ami volt, az is elromlott olyan értelemben, hogy például egész Alföldön mindenütt a víz, a vezetékes víz. Mosni nem lehet vele, hát barna lötty. Nem lehet vele mosni. És ezek az emberek palackonként vásárolják a vizet. Tehát milyen életszínvonal ez? És mi azt mondtuk, és azt mondjuk, hogy igenis, a vidéket kell alapvetően fölemelni ma Magyarországon, mert gyakorlatilag itt egy elfelejtett 40% él Magyarországról, és egyébként nekünk ez is, ez nem kismértékben ez a szavazó bázisunk, és tudja, mi az érdekes? Fideszt még úgy látnak, mert mit tudom én, a polgármester fideszes, meg a két földes úr fideszes, de a többi pártok maximum a meséből ismerik. Egyszerűen nem láttak politikát. Beszéljünk egy kicsit az előválasztásról. 8 körzet lesz a 106-ból, ahol lesz valódi verseny. A többi helyen pedig folyamatosak a visszalépések. Nem érzi becsapva magát a választó? Mi ezért is mondtuk azt, hogy ebben a cirkuszban nem veszünk részt. Tehát mi egy év alatt, vagy egy évvel ezelőtt még azt hittük, hogy ez egy tényleg minden körzetben van 6-7-8 jelölt, és akkor abból a nép tud választani, ezt pótolni tudja, korábban volt első kört, meg demokrácia ünnepe, stb. És amikor láttuk a belső, a hátsó folyamatokat, akkor azt mondtuk, hogy na jó, köszönjük szépen, mi ebből nem kérünk. Egyszer volt igazi érdemi lehetőség a szerencsi időközi választáson tavaly októberben. Mi könyörögtünk, hogy gyerekek, legyen előválasztás. Úgy elugrottak, mint macska a tűztől. És akkor láttuk, hogy ez nem komoly történet. Én azt hiszem, hogy ez nagyon meg fogja bosszulni magát, hogyha az ellenzéknek az a nyitólapja, hogy jól átveri a választópolgárokat. Hát azért ezt nem kéne csinálni, mi pontosan
éppen ezért tartjuk magunkat. Nekünk van egy programunk, nagyon régen bejelentettük, már tavaly megjelentettük a programunkat. Mi egy jövőképet vázolunk az embereknek, és mi szavazatokat gyűjtünk, és nem szeretnénk a többi pártnak az ostobaságával foglalkozni. Sokan állítják, hogy Gyurcsány Ferenc bedarálja az MSZP-t. Ön ugye volt az MSZP-ben Gyurcsány Ferenc után alelnök. Akkor mennyire érződött ez a nyomás Gyurcsány Ferenc részéről, hogy mégiscsak a baloldal vezére akar lenni? Romantikában ez jó mondat, de valójában én azt látom, hogy az MSZP, és ez volt a fő oka, ami miatt ott hagytam, egy politikailag elkorhat, elkorrumpálódott brigád, ott egy önfelszámolási folyamat van, hát nyilvánvalóan, hogy a legnagyobb vonzáspont a nagy pártok világa tud lenni, tehát ezért nagyon többen orientálódnak esetleg a DK felé. Én azt láttam, hogy a tagság az MSZP-be úgy fogyott el, hogy emberek egyszer azt mondták, hogy nagyon nekik ebből elég, és hazamentek, aztán többet nem akarnak politikát látni. Tehát ez nem hiszem, hogy meg nincs is mit bedarálni. Hát ma már olyan lényegtelen az MSZP. Az MSZP az arról szól, hogy van 5-10 vezetők, fölmarkolják a hatalmas állami támogatást, mert azt szépen azért milliárdos nagyságrendről beszélünk, azt egymás közt elosztogatják, aztán utána viszontlátás. Szerintem abban bíznak, hogy így vagy úgy még esetleg a következő választásokban kijön ebből egy frakció, bár szerintem az is kétséges. Nincs politikai tartalma ennek a dolognak, tehát hogy egy nulla politikai tartalmú valamit mi darál be, én ezt így messze nem gondolnám, hogy ennek lenne jelentősége. Ez egy igazi önfelszámolás, én azt hiszem. Köszönöm szépen Szanyi Tibort, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltjét hallották. Köszönöm szépen. Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.